Békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Hozzád jövünk, Urunk, ezen a mai estén is, hálaadással, hogy egész évben megtartottál bennünket, gondot viseltél testünkről, lelkünkről, minden nap adtál kenyeret, bűnbocsánatot, és frissen sült mennyei eledelt, szádból származó igét, amivel megerősítettél bennünket az előttünk álló útra, ahogyan tetted ezt Illéssel is ott a pusztában. Köszönjük, hogy most ez a hely, ahol lehetünk, oázissá válhat a te igéd, a te szent lelked és a testvéri közösség által. Áraszd ki a te lelkedet gazdagon ránk, Urunk, mert szomjazzuk a te jelenlétedet, éhesek vagyunk a te igédre. Elégíts meg bennünket, Urunk, mert csak te tudod ezt megtenni. Szólj, mert halljuk a te szavadat. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét folytatólagosan olvassuk az Efézusi Levél 3. fejezetéből. A mai napra kijelölt ige szakasz a 18.-19. vers, de a 17. versnek a második felét azt még nem magyaráztam, ezért onnan kezdem. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nem vagy egyedül. Hangzott minden szerdán az Isten üzenete az Efézusi levélen keresztül, és hangzik egymás ajkán is ez a bátorító szó. Nem vagy egyedül. Olyan jó volt ezt átélni, hogy amit hirdetek, ezt visszakapom mástól is, és megkaptam a testvéremtől is, hogy Zoli, te sem vagy egyedül. Nem vagyunk egyedül, se most, se szenteste, se karácsonykor, se egyetlen egy napon. Együtt, egymással és Istennel. Csia Kálmán csodásan fogalmaz, amikor így ír, hogy olyan az emberi szív, mint egy lakás. Először beköltözött ebbe a lakásba egy kedves arc, az édesanyádé. Aztán beköltözött egy kedves férfi arc, édesapádé. Aztán beköltözött a férjed, a feleséged, de beköltözött a félelem, a bánat, a gyász, a fájdalom. De milyen csodálatos, hogy Isten oda akar eljuttatni bennünket,
ahova eljutott az az özvegy asszony, akiről Csiha Kálmán írt az egyik szolgálatában, aki egyedül élt a falunak a szélén, az erdő volt már ott a szomszédjában, és egy ilyen téli hideg estén ezt az idős asszonyt meglátogatta a lelkész. És megkérdezte, hogy nem tetszik félni itt a falu végén egyedül. És ezt válaszolta a kedves idős asszony, tiszteletes úr, sok drága vendégem volt. Vendégem volt az ifjúság, de elhagyott. Vendégem volt a férjem, de ő is elköltözött. Vendégeim voltak a gyermekeim, de felnőttek. De amikor konfirmáltam, akkor befogadtam a szívembe Jézust. És ő most is itt lakik. Velem lakik, nem félek, nem vagyok egyedül. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalommal hallottuk, hogy Isten úgy mutatja meg ezt, hogy nem vagyunk egyedül, hogy meg akarja erősíteni a mi belső emberünket, belülről akar bennünket szilárdá tenni, erőssé tenni, ugyanakkor rugalmassá tenni. És hallottuk a múlt alkalommal, hogy a Szentlélek úgy erősít meg bennünket, hogy Jézus a hit által a szívünkben lakozik, és úgy erősödünk a belső emberben, ha Jézus nem csak vendége a szívünknek, hanem tartós lakója, tulajdonosa a mi szívünknek, sőt, ha Jézus jól érzi magát a mi szívünkbe, a mi életünkbe. Mert az az örömhír, hogy lehet a mi szívünk is Betánia, ahol szeretett Jézus tartózkodni. Miért szerette Jézus Betániát? Azért, mert őt várták ott, tisztelték őt, engedelmeskedtek neki. Röviden, az a család szerette Jézust. És Jézus is oda megy, ahol őt szeretik. Kedves testvéreim, a mai napi karácsonyi ige is erre akar elvezetni bennünket ennek a mai szolgálatnak a végén, hogy jobban szeressük Jézust és embertársainkat. De hogy tudjuk ezt megtenni, testvéreim? Csak egyféleképpen, ha elmélyedünk Isten irántunk való, örökké való szerelmében. Azt mondja az apostol, hogy a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén. Gyökeret verni, megerősíti a gyökereit, rögzít, alapoz, botanikai, építészeti kifejezéseket használ itt az apostol, és egyet akar kifejezni, azt, hogy az agapé szeretetbe bele lehet gyökerezni. Ahogyan a különböző fáknak különböző a gyökérzetük, úgy van ez a mi életünkkel is. Emlékszünk még arra, nem tudom, mikor történt, amikor a Tátrában hatalmas forgószél volt, és gyökerestől fordította ki a fenyőfákat. És amikor ott jártam, nem most volt ez már, lehetett látni a vihar nyomait, amerre ment a vihar, dőltek a fák, gyökerestől tépte ki a fákat. Ez a hatalmas vihar. És tudjuk, hogy a fának a legnagyobb ereje nem az ágaiban, hanem a gyökereiben rejlik. Mert viharban
Az a fa marad állva, amelynek mélyek és erősek a gyökerei. Azt mondják a szakemberek, hogy a gyökérzet, a gyökérrendszert, a gyökerek alkotják, amelyek három csoportra oszlanak, főgyökér, oldalgyökerek és hajszálgyökerek. És a feladat megoszlik a gyökerek között. A fiatal gyökérhajtások szívják fel, raktározzák, szállítják a vizet, az ásványi sókat, melyek szükségesek a fa növekedéséhez és fejlődéséhez. És az idősebb, fás gyökerek pedig rögzítik a fát a földben. Kedves testvéreim, a krisztusi agapi szeretetbe bele lehet gyökerezni. Úgy is, mint a fenyőfa, amelyik nem engedi annyira mélyre a gyökereit, és valószínű előfordulhat, hogy az első komolyabb szél kiborítja, de mélyen is bele lehet még mélyebben Krisztusba gyökerezni, hogy az ének mondja, mélyebbre benned, mélyebbre még, nem kell a földön semmi egyéb, Jézus, a szívemet tárom feléd, élet vagy nékem, és nyereség. Egy ilyen mélyen Krisztusba gyökerező élet volt Árva Betlen Kata, 18. századnak a szentje, aki elvesztette két férjét, a két házasságából származó 6 gyermeke közül 4 meghalt, és a katolikus hitben nevelkedő Pált és Borbálát pedig erőszakkal vették el tőle. Micsoda borzalmak! Egy más életet már akár csak egy is ezek közül kiboríthatott volna. De ez a hölgy mélyen belegyökerezett a krisztusi agapéba, ezért még ezek a borzalmak sem tudták felborítani az ő életét. Jézus használja ezt a képet a hegyi beszédnek a végén, hogy eljött az árvíz, fújtak a szelek, de az a ház, az nem omlott össze, amelynek volt alapja, amely a kősziklára épült, a krisztusi agapéra épült, az nem omlott össze. Mitől függ, hogy mennyire mélyen gyökerezünk, alapozódunk bele ebbe a krisztusi szeretetbe? Az apostol itt a következő versekben ezt fogalmazza, ezt fejti ki, és ennek a három kulcs szava a megérteni, a megismerni, és a beteljesedni. Azt mondja, hogy megérthessétek minden szenttel együtt. Mit értsünk meg? Hogy micsoda erő származik ebből az agapé szeretetből. Hogy mi ennek a szeretetnek a szélessége. Mert ennek a szeretetnek szélessége van. És ez a szélesség, ez az, amit a János 3.16 így fogalmaz meg, úgy szerette Isten a világot, a koszmoszt, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennek a szeretetnek hosszúsága van. Az örökké valóságból indul, és az örökké valóságba tart. 1 Korintus 13.8. Ennek a krisztusi agapénak mélysége van.
ez a mélység pedig a kereszt halál, a keresztnek a mélysége, Filippi 2:8. Ennek a szerelemnek magassága van, a magassága a mennyei magasság, 1 János 3:1-2. Azért imádkozik az apostol, hogy megtudjátok, megismerjétek, hogy mi az Istennek a jó volta, és megismerjétek a Krisztus minden értelmet, ismeretet felülhaladó szeretetét. Krisztusnak a szeretete elég széles ahhoz, hogy körülvegye az egész emberiséget. Elég hosszú ahhoz, hogy az örökkévalóságig tartson. Elég mély ahhoz, hogy elérje a legmélyebbre süllyedt bűnöst is. És elég magas ahhoz, hogy felemelje őt a mennybe. Hogy megismerjétek a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Kedves testvéreim, olyan titkokat árul itt el az apostol, amiket csak körbe tudunk írni, dadogni, hiszen átélni azt tudja megtapasztalni, aki átélte, hogy beköltözött az ő életébe az Úr Jézus Krisztus, megszületett, és elkezd növekedni az életünknek minden területén, és ahogyan növekszik bennünk a Krisztus, azáltal egyre inkább növekszik az agapé szeretet, és eljuthatunk egészen az Istennek az egész teljességéig. Hogyan? Amikor megfáradunk, akkor újra kérjük, hogy Uram, lelkeddel tölts be, teljesedjetek be a Szent Lélekkel, mondja az apostol az Efézus 5:18-ba. Ő tudja beteljesíteni a mi életünket. Csodásan fogalmaz Jó Sándor, amikor így ír: ti, akik már megértettétek, akik már megtisztítattatok Krisztus vére által, ti, akik a Szentlélek élő hitet munkáló hatását magatokon már megtapasztaltátok, akiket Krisztus már előkészített rá, nektek szól a felhívás. Teljesedjetek be Szentlélekkel, hiszen azért bocsáttattak meg a bűneitek, azért váltott meg Isten benneteket Jézus Krisztus vére árán, hogy most már egészen beteljesedhessetek Szentlélekkel. A lélek járása tehát olyan forma valami, mint a szél. Hirtelen támad, felfrissíti a levegőt, majd megint elől. A fák mozdulnak, álmodnak tovább, nem susognak a levelek, fülletté válik a levegő, sehol semmi mozgás. A lelki életben is vannak ilyen szélcsendes, füllett időszakok. Elhalkul az ének, megerőtlenedik az imádság, bizonytalan zengővé válik az ige harsonája, üres szokássá merevedik a templomba járás, nincs semmi megmozdulás. Aztán megint nem tudni honnét és hogyan feltámad a szél, felfrissül a levegő, szinte hallani a Szentlélek zúgását. Teljesedjetek be Szentlélekkel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy boruljatok térdre, könyörögjetek, imádkozzatok, nem mintha az imádsággal kényszeríteni lehetne a lélek szelének megmozdulását,
hanem mert az imádsággal lehet felfogni a zúgó szélnek zendülését. Nem az imádságunkért, de az imádságunkra fog fújni újra a lélek megelevenítő, új életet hozó szele közöttünk. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Kedves testvéreim, Isten úgy intézte, hogy pont most itt karácsony előtt szólhat ez az ige közöttünk, hogy Jézussal megjelent, testet öltött az agapé szeretet, felfoghatatlan, hogy az Isten az örökké való, miért ölti fel az ideig valót, miért jön az Isten ebbe az emberi testbe, ebbe a nyomorúsággal teli világba, ide a korlátok közé, a bűn uralma alá. Testvérek, azért, hogy ebbe az agapé szeretetbe belegyökerezzen, ráépüljön a te életed, és az én életem is. Mert erre az agapé szeretetre, erre lehet építeni. Ebben meg lehet bízni. Ez a szeretet mindenre elégséges. Hallottuk, hogy a szélessége ennek a szeretetnek képes megmenteni a zsidót és a népeket. Azokat is, akikről te már lemondtál. Barátot, ellenséget. Ennek a szeretetnek a hosszúsága az örökkévalóságtól az örökkévalóságig terjed, azaz Isten gyűjti az ő népét a világ kezdetétől annak végéig, egészen addig, amíg be nem zárul a bárkának az ajtaja. Addig még Istenhez vezethetjük az embereket. És kedves testvéreim, ennek a szeretetnek olyan mélysége van, hogy nincs az az emberi mélység, az az emberi élet, az a szenvedés, az az Isten nélküli állapot, ahova ez a szeretet ne hatolna el, ne menne utána az elveszettnek. És ennek a szeretetnek olyan magassága van, amely nem szédít el, nem száll a fejünkbe, nem kápráztat, nem csillogtat, hanem felvisz a mennybe bennünket, és részesít a Krisztusnak a dicsőségében. Abban a dicsőségben, amely majd az ő második visszajövetelével nyilvánvalóvá válik, és minden szem meglátja őt, és mindnyájunknak meg kell jelennünk az ő ítélő széke előtt. Kedves testvéreim, kívánom ezen az ünnepen mindannyiunk számára, hogy gyökerezzünk még mélyebbre ebbe a krisztusi agapéba, hogy ne ahhoz a fenyőhöz hasonlítsunk, amit a tátrába kidöntött a szél, az orkán vagy a tornádó, hanem legyen olyan vihar álló az életünk, mint amilyen volt az árva Betlen katái, a szeretett hithőseinké, szüleinké, nagyszüleinké, akik kiállták a viharokat és a tobzódó szeleket, viharokat.
Isten adja meg nekünk ezen az ünnepen, hogy ne a magunk sebeit nyalogassuk, ne a magunk egyedül létén sajnálkozzunk, hanem kérdezzük az Urat. Uram, kifelé szolgálhatok? Ki van nálam is nehezebb helyzetben? Kinek van szüksége arra, amit csak tőlem kaphat meg? Arra a bátorításra, arra a jó szóra, arra a mosolyra, arra az ebédre, arra a meghívásra, amire az Isten lelke téged fog elrendelni. Hogy megismerjétek, és beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Kedves testvéreim, itt az apostol összecseng a római levél 8. fejezetének a csúcsával, amit így ír az apostol, de mindezeken felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez a szeretet testet öltött karácsonykor, ezt a szeretetet nagy pénteken keresztre vertük, és ott a kereszten ott láttuk meg ennek a szeretetnek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát. Mind a mai napig áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Kedves testvéreim, az előttünk álló beszélgetésre pedig egy pár kérdés. Mit jelent meggyökerezni és alapot venni a szeretetben? Milyen a krisztusi szeretet kiterjedése, hatótávolsága? Hogyan élhetjük meg ezt a krisztusi szeretetet biblikus módon karácsony ünnepén? Találkoztunk-e már ezzel a szeretettel? Ha igen, akkor osszuk meg bizonyságainkat. Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük ezt az agapé szeretetet, amely karácsonykor testet öltött, aki megszülethetett a mi szívünkbe, a mi életünkbe is, akit nagy pénteken keresztre vertünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk! És arra kérünk, így az ünnephez közeledve, hogy ölts bennünk is testet, karácsonyi gyermek. Áld meg ünneplésünket, életünket, közösségünk minden tagját, de könyörülj a gyászolókon, betegeken, árvákon, özvegyeken, azokon, akik egyedül töltik ezt az ünnepet, hogy átélhessék bárhol vannak, bármilyen körülmények között. Öleld át őket, Urunk, a te szereteted mélységével, magasságával, hosszúságával és szélességével. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. De mindezekben feletté diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek ama szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Thank you.